Itt térünk rá konkrétan az Erasmus ifjúsági szektornak a bemutatására. A 7 éves program a korábbinál magasabb 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat, ebből 10% jut az ifjúsági szakmának. Erről is beszélt az Erasmus Plus nemzetközi szakreferense az érdeklődőknek Győrben. Szabó Nagy Attila híradónknak azt mondta, vannak korábbi és vadonat új programelemek is. Attól Erasmus Plus, hogy az összes eddigi ifjúsággal foglalkozó szektorokat egy program alá csomagolták, belekerült a Comenius, a Grundtvig, a Leonardo. A Grundtvig az mondjuk felnőtt oktatásról szólt, a Comenius, a Leonardo, Erasmus, Erasmus Mundus, ugye ezek a közoktatás, egyetemi oktatás is ehhez hasonló dolgok voltak, illetve bekerült a nem formális ifjúsági szektor is, és ez pedig a csak úgy szerepel, mint ifjúsági fejezet. Tehát kvázi az ifjúságnak teljes kategóriák, teljes perspektíváját megpróbálja a program megcélozni, illetve az azokkal foglalkozó szakemberek és intézményeknek a perspektíváját is megcélozza. Az Erasmus Plus költségvetésének kétharmadából külföldi tanulási lehetőségeket támogat, ezen kívül pedig intézmények, szervezetek, vállalkozások partnerségét segíti, illetve az oktatás és szakképzés korszerűsítését szolgáló reformokhoz nyújt támogatást. Győrmoson Sopron megyébe is a korábbinál több uniós forrás kerülhet a program keretében. Úgy látjuk, hogy a fiatalok Győrmoson Sopron megyében kevésbé használják ki ezt a lehetőséget, illetve a korábbi program tapasztalata ez volt, hogy kevésbé használják ki. Azt szeretnénk, illetve abban bízunk, hogy ez minél több fiatal számára elérhetővé válik, így ezért a felkereső ifjúsági munkánknak is a nagyon fontos része lesz. Másrésztről pedig olyan partnert vontunk be, a helyi Eurodesk partnert, ami a Híd Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, amivel így közösen én azt gondolom, abban bízom, hogy minél több fiatal számára elérhetővé tesszük ezt a lehetőséget. A keddi tájékoztatón közel 30 ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezet vett részt. Ők joggal reménykedhetnek abban, hogy az Erasmus Plus révén komoly brüsszeli támogatásokhoz juthatnak.